A Mi Hazánk mozgalom a Dohány utcai zsinagógához hasonlóan állandó rendőri védelmet kér ide a hazatérés templomához, ahol Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó urunk szobra látható a háttérben mögöttem, amelyet megrongáltak és megtámadtak már nem első ízben. Tehát azt kérjük a belügyminiszter úrtól, akihez levélben fordultunk a mai nap folyamán, hogy a Dohány utcai zsinagóga mintájára ugyanúgy állandó rendőr posztoljon a hazatérés templománál, tehát állandó rendőri védelmet kapjon a hazatérés temploma, illetve a templom előtt látható Horthy Miklós szobor, mert az is teljesen egyértelműen bebizonyosodott, hogy ez a szobor folyamatosan veszélyben van. Az nem történhet meg Magyarországon, amely Nyugat-Európában, illetve az Amerikai Egyesült Államokban napjainkban történik. Nemzeti hőseink, történelmi nagyjaink szobrait és rájuk emlékező akár sírokat vagy éppen épületeket nem érhet támadás. A belügyminisztériumnak, a rendőrségnek a dolga az, hogy megvédje ezeket a köztéri alkotásokat, ezeket a szobrokat vagy ezeket az épületeket. Tehát elvárjuk a belügyminisztertől, hogy a lehető leggyorsabban lépjen fel és állandó jelleggel a nap 24 órájában rendőr posztoljon itt a hazatérés templománál. Felháborítónak tartjuk azt, hogy Karácsony Gergely főpolgármester még nem szólalt meg ezzel a szobor rongálással kapcsolatban, amely ráadásul egy templom előtt történt. Vérlázító, és ez is mutatja, hogy Karácsony Gergely egy magyar ellenes politikus. A Mi Hazánk mozgalom felszólítja Karácsony Gergelyt, hogy szólaljon meg, és hozzánk hasonlóan ő is kérje a rendőri védelmet Horthy Miklós szobrának védelme érdekében.